Így fog kinézni az úgynevezett skatepark, mely az extrém sportot űző kalocsai fiataloknak kedvez. Elsősorban gördeszkások, görkorcsolyások, rolleresek és BMX-esek tudják majd hasznosítani a parkot, mely építése hamarosan megkezdődik a Molnár Ferenc sporttelepen. Ez egy 100%-os támogatottságú pályázat, 11.435.000 forint összeg erejéig az önkormányzatunk ezt megnyerte, úgyhogy gazdagodik a kalocsai sportélet, úgyhogy továbbiakban is ezt erősítjük. Reményeink szerint a nyári szünetre, a nyári vakációra el is tud készülni ez a beruházás, és akkor idei nyáron már tudják használni a srácok. A kalocsai kézilabdaklub által használt buborékcsarnok mellett kerül kialakításra a skatepark, mely egy 25x12 méteres, 300 négyzetméteres beton burkolatú téren kap helyet. Egyedi, előre gyártott elemekből épül majd fel, melyeket egy erre specializálódott cég készít el és helyez ki. Kiemelten figyelnek a biztonságra, ugyanis mindent a szigorú EU-s előírásokhoz igazítanak. Ez egy simított betonfelület, amely fog kapni egy felületkezelést, amely nagyobb kopásárosságot fog biztosítani ennek a sportpályának. Egyébként hagyományos pári szerkezete épül fel, darálbetonból, zűzalékos alappal, betonozással, simítással, illetve ezzel a speciális bevonattal, ami a kopásállóságát fogja biztosítani. A pálya építését hamarosan megkezdik, és várhatóan a nyára el is készül.